Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Először is nagyon szépen köszönöm a felkérést a mai délutáni beszédre. Valamikor néhány évvel ezelőtt, amikor ismét felelevenítettük ezt a megemlékezést, akkor itt nem ilyen környezetet találtunk, rendbe kellett tenni. Nagy öröm számomra, hogy azóta ez megmaradt, és olyan viszonyok vannak, amelyek méltóak az egykori honvédakhoz. A mai megemlékezésünk egy olyan eseményről szól, ami nem igazán ismert sokak előtt. Szeptember 11-e volt az 1848-ban, amikor Jellasics támadást indított Magyarország ellen, a független magyar állam ellen. Szerették volna visszaállítani azt a rendet, ami március 15-e előtt volt. De hogy mi is vezetett ehhez az eseményhez, tekintsünk vissza az időben egy picit. 1848 tavaszán egy valóságos forradalmi hullám söpört végig Európán, és megváltozott az addigi rend. Ez a polgári átalakulás egyik legnagyobb hulláma volt, és ez elérte Magyarországot is. Március 15-én ismert előttünk vér nélkül győzött a polgári forradalom, de nem csak Pesten, hanem Bécsben is fantasztikus eredmények születtek, ugyanis elfogadták azt, hogy a magyar nemzet kormányt alakítson, és ezt meg is tette. Ez a kormány nagyon gyorsan felállt, és az áprilisi törvényeket létrehozta, amely törvények szabályozták azt a rendet, amit szerettek volna a polgári Magyarországon elérni. Hozzá is kezdtek a gyors átalakításhoz, és nagyon sok eredményt értek el. Ez egy nagyon dicsőséges időszak volt, és mint ahogy tudjuk tanulmányainkból, hogy Magyarország egy sok nemzetiségű állam volt, azért ezt nem nézte mindenki jó szemmel, illetve így gondolkodott mindenki, így gondolkodtak a nemzetiségek is, hogy ők is önrendelkezést szerezzenek maguknak, hogy ők is a saját berendezkedésük szerint éljenek. Ami egyébként megvolt, mindenki a saját kultúrája szerint élhetett, csak a magyar nemzet perkein belül. Ezért az áprilisi törvények megjelenését követően mozgolódni kezdtek a nemzetiségek is, és ugye az első és legfontosabb a feudális rendnek a lebontását jelképező jobbágy felszabadítás volt, amiben belekapaszkodtak. Sorra jöttek a különböző gyűlések, először május 10-11-én Liptó Szent Miklóson, amikor is a szlovák nemzetiségek a jobbágy viszonyok eltörlését sürgették, azt szerették volna mi hamarabb elérni, és ezért gyűltek össze. Azonban ezek a törekvések elég hamar alább hagytak. De néhány nap múlva Újvidéken és Pesten is a szerb nemzetiség volt az, aki sokkal erősebben fellázadt mindazok ellen, ami szerintük nem volt megfelelő. Egyébként megvoltak a jogok, megvoltak a lehetőségek minden nemzetiség számára, hogy úgy éljenek, ahogy azt ők szeretik. Ez csak erősítette az, hogy néhány nap múlva, május 15-én és 16-án Balázsfalván, az erdélyi részen is megmozdulás történt. Legfőképpen azért, mert az áprilisi törvényeknek egyik fontos pontja volt, illetve fontos része volt a Partium visszacsatolása és az Unió Erdéllyel. Szerették volna azt, hogy a románság is teljes értékű legyen az erdélyi részben, ami kilátásba is volt helyezve, azonban az egyre vehemensebb villongások azok nem vezettek eredményre. Azonban mindezeket megelőzte egy nagyon fontos dolog, és egy hosszú időszaknak a végére szerettek volna érni a horvátok, mégpedig a saját függetlenségüket szerették volna kivívni.
Ennek bizonyíték az, hogy már márciusban megérkezett Zágrábba Josip Jelasic, aki először horvát bán, majd a horvát nemzeti hadseregnek a parancsnoka lett. Nem is kertelt, kijelentette, hogy támadást fog intézni Magyarország ellen, amint csak lehet, és szeretné visszaállítani a régi rendet, illetve Horvátországnak a teljes függetlenséget kivívni. Próbálkozások voltak, tárgyalásokra, békéltető tárgyalások voltak, egyeztető tárgyalások, amik nem vezettek eredményre. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy szeptember 11-én Jelasics átkelt a Dráván, és támadást intézett a független magyar állam ellen. Mintegy 50 ezer főnyi csapattal érkezett, hát nem mondom, hogy váratlanul érte a magyar nemzetet, de azért annyira nem voltak felkészülve, hogy azonnal ütközetbe keveredjenek velük. Ezért azok a nemzetőr csapatok, amelyek az útjába kerültek, szép csendben hátráltak, és Móga János vezetésével egyesítették ereiket, és szeptember 29-én Sukoró Pákoznál megütköztek a horvátokkal, akik jelentős túlerőben voltak, és ez az ütközet, mint hogy ismerjük is, fényes magyar győzelmet hozott. Megállította a horvát csapatokat, akik egyébként érdekes módon kék-sárga sapkát viseltek, ezzel is jelezni szerették volna, hogy mint császári csapatok léptek Magyarország területére, azonban a pákozdi vereség után az útjukat Bécs felé vették. A magyar csapatokat összevonták, és október elején még volt egy nagy diadal Ozoránál, ahol Görgei Artúr és Perczel Mór vezette csapatok jelentős vereséget mértek a horvátokra, akik elhagyták az országot. A magyarok az osztrák határig űzték őket, kergették őket, de igazából nem léptek osztrák területre, mert időközben a második bécsi forradalom kitörésével egy új helyzet alakult ki, és azt várták, hogy segítséget kérjenek. Hát erre a segítségre nem került sor, és aztán a későbbiekben a honvédő háború menete megváltozott. Az észak-itáliai győzelmek után Radetzky egyesítette csapatait, illetve Windischgrätzet kinevezték az osztrák császári csapatok főkapitányának, és egyesített erővel támadtak a magyar honvédekre. Ismerős előttünk, hogy az őszi és a téli események nem igazán kedvezően alakultak, de volt egy dicsőséges tavasz, amikor fantasztikus győzelmeket arattak a magyar csapatok, és szinte visszafoglalták az egész országot, amikor segítséget kértek az orosz cártól a császáriak, és csak így sikerült legyőzni a magyar honvédeket, a magyar csapatot. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan történelmi esemény volt, amely példaként áll mindannyiunk előtt, hogy a saját akaratunkat próbáljuk mindig megvalósítani, legyenek terveink, legyenek vágyaink, azokat védjük meg, azokat vigyük véghez, ha tudjuk, és úgy szerezzünk örömet önmagunknak és másoknak is. Legyenek ezek a 48-49-es szabadságharcosok a példaképek, akik megmutatták azt, hogy hősiességből, bátorságból, a hazáért való tenni akarásból kiválóra vizsgáztak. Ez a rövid kis megemlékezés szóljon róluk, szóljon a 48-49-es szabadságharcról, arról a dicső időszakról, amelyre aztán a későbbiekben méltán tudtak építeni azok, akiknek ez volt a feladatuk. Én köszönöm szépen a figyelmet, és szeretném megkérni a Déczi Könyvtár képviseletében jelenlévő Aranytó Tanitát és Rybárszky Annát, hogy helyezzék el az emlékezés koszorúját.
Megemlékezésünk végén előbb egy díszlövést hallhatunk Kassuba Istvántól, majd énekeljük el közösen a himnuszt.